Kolléginák és kollégák, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket a Prevenciós Kongresszus programjában. Az előadásunk arról szól, hogy miképpen és hogyan képzelhető el az, mi a magyarázata annak, hogy az elmúlt ezred években úgy megváltozott az emberek fogazati érintkezése, hogy gyakorlatilag az a csoda, hogyha valakinek nincsen malokklúziója. Elindítom a prezentációt. És átadom a szót feleségemnek, Mariannak. A fogszabályozás tehát egy igazi hot topic. Egyrészt a szabályozásra szorulók nagy száma, másrészt a visszaesések jelentős hányada miatt a kezeléseket követően. A legáltalánosabb terápiák, mint amilyen a rögzített fogszabályozó is, igen hatékony a fogak mozgatásában, de a rossz fogsorzárodás mögött meghúzódó okokat nem kezelik, így aztán borítékolható a recidíva. Ha valaki azonban tisztában van a malokklúziók etiológiájával, tehát ez egy genetikai dolog, hogy valakinek rövid a nyelvféke vagy sem. A következmény az ugye már említett táplálási és táplálkozási nehézségek, a rossz nyelvpozíció, helytelen nyelés és hangképzés kialakulása, szájlégzés kialakulása, amihoz gyakran társul alvászavar, horkolás, légzéskimaradás, gyakori mellette a TM izületi problémák megjelenése, bruxizmus kialakulása, feszesek, merevek a nyakvál és a hátizmai, testtartási problémák jelentkezhetnek, szájlégzés miatt gyakoribb a káriesz, van reflux, és gyakori a fogazati szempontból a nyitott harapás, az oldalsó, hátsó vagy előső kereszt harapás, és a class, angle class 3 malokklúzió. Nagyon fontos a rövid nyelvféknek a mielőbbi fölismerése és a mielőbbi felszabadítása. Amint említettem, ez az arcfejlődés szempontjából rettentően fontos, hisz, ahogy mondtam is, a gyerek 5 éves koráig az arcfejlődés 70%-a lezajlik. Tehát a legjobb ebből a szempontból rögtön az újszülött osztályon felcsippenteni a nyelvféket, de ha nem, akkor is minél előbb, hogyha valakinek feltűnik, hogy probléma van. A képen az ankiglosszia funkcionális osztályozása látható, ez a nyelv mozgástartományát veszi alapul. A 3-as és a 4-es osztályban feltétlenül szükséges a nyelvfék felszabadítása, a 2-es osztályban lehet várni, hogy mennyire lesz mozgékony a nyelv. A beavatkozást, ahogy említettem, minél előbb, annál jobb elvégezni. Viszont ahhoz, hogy elvégezzük, föl kell ismerni. Most én a csecsemőkori felismeréssel az előadásban nem foglalkoztam, hisz egy fogorvosi rendelőben nem igazán hoznak csecsemőt, viszont a nagyobb gyerekeknél, illetve a felnőtteknél is néhány teszttel nagyon jól rá lehet jönni, hogy rövide a nyelvfék vagy sem. Carmen Fernandónak a könyve kitűnő segítségehez. Egyrészt kell csináltatni a gyerekkel szájon belül és szájon kívüli nyelvemelést. A szájon belüli nyelvemelésnél, ahogy látjuk a képeken, rögtön kanálba ugrik a nyelv, vagy egy kis vájút formáz. Ha pedig el kéne érnie az orrát, akkor az egyrészt nehezen megy, vagy rögtön elkezd az alsó ajkával is stabilizálni, tehát összeszorítja a száját, és úgy próbálja kidugni a nyelvét. A következő lépés, amikor arra kérjük a pácienst, hogy nyújtsa előre, illetve lefelé a nyelvét, próbálja elérni az állát. Ilyenkor a tipikus megjelenési forma, amennyiben rövid a nyelvfék, az az, hogy